Sziasztok srácok, Roli vagyok, ez pedig egy új sorozat lesz, mint mondtam ugye a update-es videóban. Izgatottan vártam, hogy el tudjuk kezdeni, mert nagyon volt kedvem csapatni neki az ipart. Ezt viszont mindenki végig fogjuk tolni, ha nézi 5 ember, ha nézi 2 ember, ha nézi 100, remélem itt lesztek velem végig, legalábbis akik így még néznek ilyen 30-40-en, szóval reméljük ez majd így változni fog. És mint tudjátok, egyetlen sorozatok volt, hogy végig csináltunk, az Outlast volt, és úgy minden belekezdtük, nem fejeztük be, és így nem van zavart. Úgyhogy most elkezdjük megtörni egyet, és amit elkezdünk, ezt be is fogjuk fejezni. Valószínűleg a negyedik a környékén már lesz bovom, rendesen befizetni, most csak izé van, triál van, ugye? És lesz PvP-s videó, valószínűleg. Ugye Road to Gladiator Rating, vagy valami ilyesmi lesz, szóval... Vagy a üzifők neki, mert jól eléri valamit a PvP, ha úgyis annyit játszok vele, vagy játszottam vele. Úgyhogy nyomatás lesz neki ezerrel, meg most kijött az új patch, lehet arra is mutatok egy-két dolgot, hogy így tudjatok róla, kérdele most utána, vagy érdekli, hogy mit is takart maga ez a patch content éren, úgyhogy igen. Nem is szapodja tovább a szót, kezdjük el. Jöttek kérések, hogy UD legyen meg Taurem, a Tauremből Hunter, az UD-ból meg Warrior. Ma már most. Az első karakterem ugye WoW-ban Warrior volt, amikor 40 nyarán kezdtem valami nehezen fejlődő szerverem. Azt hiszem talán az elit szép van, akkoriban azt hiszem BC után, már volt ilyen eleje volt az elit szép, azt hiszem, ja. Én nem akarok később pont, hogy ott játszott, nagy levágja a fejemni, ott kezdtem el játszani. És UD-varit kezdtem, és arrég UD-varisztem majd nagyon. Csak az a baj a Taurem Hunterra, hogy igen, hogy nem tudom. Szeretem a Taurem neked, de Hunterba úgy nem tudom. Hogy lehetne mást is kezdeni egyébként, de már... Írtam, hogy kértek titeket, hogy írjátok le, miket néznétek szívesen, akkor aztán maradjunk a UD Varinál. Most azonban nő vagy férfi. UD nő. Elég offos. Habár sose volt. Nem férfiú lesz a srác. Ami szexi szín nézünk neki. Most egész jó a green screen, nagyon remélem, mert egyszer már elkezdtem fölvenni, megpróbáltam, csak kicsit úgy díj után volt, aztán nem volt nagyon jó a green screen, egy-két helyen elég bukos volt. Elengedtem a dolgot. Mondom, inkább álljuk meg a hétvégét, vagy egy olyan napot, amikor van időm úgy korán. És akkor abban végezni, hogy jó dolog sülhet ki. Na igen, a tarályos haj az ilyen best. De mely lesz, ezt itt szeretem. Na most név, ugyebár. Mi legyen a nevünk? Varel lesz szerintem. Ja. Roll is futni, ha nem, de nem jó lesz ez. Jó kis Andit kezdő, fú, de imádtam. Még mai napig imádom egyébként. Most ugye úgy volt, hogy másfél évig. Most kivágja a full screenbe. Úgy volt, hogy másfél évig ugye most, másfél egy évig, talán egy évig most ugye Ali volt. Előtte meg ugye egy évig, másfél évig szintén Horda volt. Ugye elrontottuk, hogy az Aratoron izébe Hordába voltunk, és Aratoron az inkább Alis Ragnarsz, ugye inkább Hordás, azt meg Ragnarsz Aliba vagyunk, tehát... Hát így vannak kavarodások rendesen egyébként ennek terén, de ahogy ezt majd orvosolni fogjuk. Most szóba jöttük, akkor most menjünk át. Én újra kezdeni mindent, akkor tele van a Realm össz karakterekkel, még az elég nagy szintűekkel. Eléggé kockázatos dolog. Legalábbis nem látok benne értelmet. Azért átmennél most ott van a több magyar, vagy nem. Úgyhogy normális gate-hez meg ugye, igazából jobbak az angolok, tehát mondjuk ki, ha fáj, ha nem fáj, ez így van. Most kivesszük a hillomokat is egyébként nagyon okos dolog, mert nagyon sokat tudom segíteni a fejlődésbe, és nagyon örülök, hogy a Blizzbáig berakták ezt, mert most ha belegondolják, hogy most felhúztam, nem tudom, 30 valány karakter, és ezt mind hillom nélkül kellett volna felhúzni, azért ez kemény lett volna, tehát megedződtem volna, az biztos. Nem tagadás. Cuki szettet kiszedünk. Jön. Trinketet. Nem tudom, fogunk-e PvP-zni, ez majd még eldől. Ben van, a backet nem szedtük ki. Hát ez... Ez öreg hiba. Oké. Okay. Aztán kezdjük is el. Jó, bízzük neki. Az első küldetésünk. Le kell menni azt szedni a cuccokat. Legyen elfelejtetek beállítani őt is. Egy szétszórtságban. Nagyon reggel van. Lelokkoljuk.
Felnyug 16-ra. Így, né? Jó. Most jó minden. Akartam valamit, hát nem is minden helyen van, jó. Most már focusing van a game-re. Igen, az autót ott is mindjárt berakjuk. De egyébként sok ilyen beállítás van egyébként az elején, tehát tegyetek el nekem, eszre fog jutni a felközben minden, úgyhogy ha megvan minden utóbb, úgy se kell semmivel vergődni, tehát előbb vagy utóbb, meg lesz minden. Hagyjunk itt. De a motort is kihúzzuk. Ugye ez is egy jó dolog. Mint aki most kezdni volt, és egyszer ide téved, vagy pont ezt a videót találja meg, vagy már most kezdte volt, hogy valami, az elmondjam neki, tudja, hogy mi ez a motor. Ugye level 20 van meg az első mountod, megvan azt hiszem 45 hillum, vagy 25, nem szeretnék különséget mondani, azt hiszem 40 vagy 45, akkor kapsz egy ilyen motort. Level 1-től tudsz használni level 20-ig, akár nagyobb szinten is, de csak 20-ig ajánlatos használni, mert annyira néz ki, ahogy visz téged egy NPC a motorodon, tehát, ja. Aprítunk kicsit. De persze jó az Andit kezéként. Azt kérdezte régen milyen volt a kezdő egyébként, nagyon sokat fejlődött az összes, ez nem tök jó. Jó irányba legalábbis. Meg ugye BC végén ilyen botják elé kezdtem el bovozni. Itt mondtam, hogy elég CPU kezdtem fejlődős, hogy nekem olyan kihívás volt felhúzni az elektől 8 vagy egy karaktert. Több hónapomba telt. És belegondolok, hogy egy hét alatt kényesen ki tudok húzni a karakter 110-re, nem olyan nagy erőfeszítéssel. Ez egy más, nagyon más. De még healom nélkül is szerintem meg lenne egy maximum másfél hét alatt, és akkor sokat mondok. Ilyen ember már sokat játszana, tudja mi merre hány méter, és kezdőként azért megint más a dolog. Ezt aláírom. Tehát ez ilyen. Visszatérve kicsit a PvP-s videóra is egyébként. Ugye beszélgettük pont arénás társammal, barátommal, Nagessal, valószínűleg láthatok már a PvP-s videó olyan sokszor volt vele, amikor itt montásba össze lett vágva. Jó, ott volt velem. És fel beszélgettük, hogy jó van elérni ilyen gladiátor szintű ratingot. Ezt meg is érni fölvenni. Bármi ilyesmi. De egész fejtelen osztálytársam olvácsolt nagyon sokat. És kihívta Blizzard meg az Blizzcore-ra, hogy menjen ki, mert jó volt. Aztán ott tudott volna valamit versenyezni, nem tudja pontosan hogy volt, nem vágom pontosan a történet. Azért ki lehet, hogy kihívták. És meg lehet volna lehetőség kíváncsi, hogy nem voltam még 18. És így megbukta volt az egész. És azt mondom, hogy World Championship, mert ez egy off, és így mindenki jól elkezd levetni, meghallja ezt, aki kicsit komolyan foglalkozik ezzel a PvP és WoW-s témával. De próba cseresznye. Ez fejtelen játszél lehet. Ez egy ilyen álom, ilyen dream cél, de majd egyszer egy szép napon úgyis meg lesz. Tehát ja. Az ilyen, ezt kapott egy pofont. Én srácok, egyébként fejlemény az internetről. Igazából egy utcára van, mert még mindig, hogy tényleg itt vannak egy köpésre. És az ideg elrántja az embert, hogy látja, hogy itt az utca név, és itt a mi utca, és nem jutottak el ideig. És olyan bosszantó egyébként, hogy nagyon. Hogy miért csinálja ezt velem a jó ég. És egyébként valószínűleg ezt streamel fogjuk folytatni, hogyha megjön az internet. Egyrészt meg nem tudom, hogy 40 perc körül lesz, nem tudom, ezt meg kitalálom. Vagy 30, vagy ugye kényelmes lesz nektek. Azonban ennek egy kis rendelési problémáim egyébként, mert kiderült egyébként, hogy egy évfél után 100 giga van egy hónapig. Ugye ha egy videó még nem is jó minőségben renderelem le, akkor 20-30 giga. Na már most a probléma ott kezdődik ugyebár, hogy 100 giga egy hónapra van, és csak esténként. Évfél után hajnali 6-ig. Ja, nem le kell adni. Ugyebár most elkezdek feltöltögetni, és mondjuk elleszem a esti, tehát onnantól nem lesz más internet este száll. Tehát, hogy apu fel kell korán reggel 5-kor, és még akar netezni, mert mondjuk már elfogyott az 50 giga, csak 100 kell is, az sem lesz, az úgy para lesz. Hát nem tudom, hogy fogom megoldani ennek a feltöltögetését, de majd valahogy kitállak erre, lehet másnál fogom feltölteni, és talán az lenne a legcélszerűbb, egy külső vinyom. Ugye a külső vinyos történetet tanultunk már ugye a visszapandálás sorozat óta, hogy tök jó, csak már elbasztunk, mert nem tudom hány külső vinyót, ami olyan 30.000 forint értékben ér fel, az a 3. De nem kell játszani ezzel is. Hát ezt, hogy okosan majd megoldom. De hát igazából előre veszek fel mondjuk 5-6 részt, azzal az a baj, és írtok mondtuk, hogy nem tudom tartani a részekben. Tehát valamit erre ki kell majd találni, vagy ki fogok találni. Ja, Liliannak kell beszélni tényleg, és ezt mindig benézem. Mindig bevakizom. Hát igen. Jaj, még nem van. Viszont lent kell beszélni, hogy fönn van. Igen, amúgy jó.
Utána rohan fel, mert... Fosik. Ja, oké. Hogy van egyébként a PvP-zést a... Na, előtt eszembe a szerver neve, ott kezdtem, miért milyen eszembe jut. Ugalom. Arena Tournament, angol szerveren kezdtem, iszonyatosan játszottak ott az angolok, nagyon pengék voltak, tehát így labda nem tudta rúgni mellettük. De ott megedződtem, az biztos. Nagyon szépen játszottak. És bátyám meg a legjobb barátja, a vozgatik, és úgy szoktam rá ugye a WoW-ra. És látom, hogy nagyon pengén tolt, bátyám esélypap volt, a srácok mind vegyesen játszott mindennel. Nagyon jók voltak egyébként, nagyon pengén tolták. Én is backstabom, és szeretnék PvP-zni, csak olyan szinte noob az ember, ilyen fiatal, amit nem tudja így, hogy is mondjam, felfogni ezt a sok dolgot. Még ha bele is jön, ez is nem ezerből egy. És utólag visszagondolom, most csak fele tudást át tudtam volna adni, jó lett volna. Tehát ja. Ja, de mit csinálok? He. He, mó. Szóval ja. Adagolós volt a PvP, és úgy nagyon megtetszett, és úgy azóta is úgy... Nem ritkán menni, napi 5-6 arénára leszokott menni úgy, ahogy. És nagyon hamar kirézselők, ez is nagy probléma nálunk, hogy nagyon hamar elrántja az ideget az ember. Ilyen van mondjuk egy jó teamcomb, amikor ezzel egyszer tényleg úgy normális teamcombot tudunk vinni, mert ilyen random teamcombokkal az a baj, elmész mondjuk 1700-800 rating, és onnan halál az egész. Bejön mondjuk 3, de 2 DH és egy maga, ezeket nem lehet agyonválni. A DH olyan erős volt, de semmilyen most már nerföltük, nem néztem a patch, azt elfelejtettem olvasni a PvP-n, mi változott. Hogy olyan szinten nerf kéne a DH-ra, hogy valami elképesztő, olyan szinten erős metamorfózisba, hogy szinte lehetett leütni, főleg ha még healik, és így esélytelen. Ugye nekem van egy rest of the healerem, meg egy paladin healerem, ugye ott van a diszpapom is, csak ugye az igazából a klottosok mellé volt. Tehát a diszpapom mondjuk van egy afilok mellé, meg egy frost mage mellé, vagy csak mondtam valamit. Tehát, hogy ilyen kombok mellé lenne igazából jó. És amelyen érdemes használni, tehát elég nehézkesen szoktak kérni a dolgok. Na, hogy ott van a holy palám, csak ugye az a baj, hogy nincs meg a talentje, a PvP honor talentje. Ami olyan szinte hasznos tud lenni, hogy nem hinnétek el, tehát nagyon sokat számít, hogy van-e vagy nincs. Ugye a mana probléma, amikor hülyére kell healelni a másikat. És fejeget a fancs az instant healt, hogy ki tud healelni a srácot. Elég meredek. Még az már elég nem PvP-ztem, hát tényleg egy homestrom napot, hogy kihagytam a tanulás miatt. Úgyhogy nem tudom mi változott, hogy mi lett. A patchre nagyon kíváncsi vagyok. Még valószínűleg abban is, hogy mondtam, hogy lesz videó. Tehát is valami kis szösszenet, hogy szoszi bit tartalmaz, vagy miért jó ez nekünk. Hát most jön majd a HSK-eg is, az is nagyon jó lesz, valószínűleg ilyen pack opening-et nyomunk, hát nyitok valami szépet videóba. Mind jó dolgok lennének. Megújunk ezzel a questtel és aztán űzhetjük tovább. De ha már meg leszünk egyébként 15-ök. Aldozsa fogtam a figurát, meg hogy így beszélgetünk dolgokról, akkor így szerintem hamar elmegy úgyis. Viszont nem tudom, hogy dungeonzés hogy lesz, ugye még 15-től érdemesebb dungeonzni, mint questelni, egy olyan 30, egy 45-től már lehet igazából. De ezt majd úgyis eldöntitek ti, hogy mi legyen, hogy legyen. Tehát ez a ti kezetekben van ennek a sorsa. Nekem igazából mind a kettő jó. Most így visszagondolom egyébként, hogy Dánon milyen szopás volt, és mennyire meglehetsz, hogy tudsz már ott is repülni, hogyha ki megcsinálod a dolgokat, kiacsizod a flyingot. Meg. Meg ugye most van ilyen poti, de az volt is egyben csikir, ezt nem tudtam még az előző nékeket, amit felhúztam, hogy veszel a Garrisonadba, és ott kapsz ilyen plusz XP-t a megadott magak után, meg questekért, nagyon jól lehet haladni, és a bónuszövetéveket csinálsz, és nagyon hamar meg vagy. Hát azért elég jó. El is gondoltam, hogy kitvinkelek egy karaktert, tehát megálltam mondjuk egy olyan 19-en, ha 29-en, és ott pépezgetünk, majd végezgetünk, bár hát nem annyira izgalmas, bárki tudja. Lehet majd egyszer lesz egy ilyen is. Igen, jó, hogy megjön az internet, nagyon jó lenne, mert tudnék faszán kontenteket gyártani nektek, és ugye nem csak WoW-ra gondolva, két FPS-ből szeretnék ezeknek valamit nyomatni, ha nagyon jó lenne. Ezt már említettem nektek, azt hiszem a vlogban, hogy az internet dolog, ez összetek padra vágja az embert, hogy hogy szar nagyon, tehát főleg mikor így az emberek lenne kellett csinálni, és látjátok megjött egy-két dolog, szóval hogy már sokkal élvezhetőbbek a videók, mondjuk visszatekertek egy évvel ezelőtti videóra, szóval tehát érezhető a különbség le.
Nincs mese. És hát a kérdésem az Andorral kapcsolatban, leteszem majd leírásban a linkjét, hogy hol tudjátok elérni ezeket, igazad nincs, hogy semmi komolyan adom a bartender az alap, meg ugye a bagnol, egybe van a táska, meg ilyenek. Azt hiszem már volt erről nagyon régen egy videó, ahol elmondtam, hogy hogy kell ezt berakni, és a többi szóval azt biztos tudjátok keresni, Vovadon tutorial, beírjátok a keresőbe és ki is fogja adni. És ez a új lenne és nem vágja, hogy hogy kell berakni addont hova. Egyébként pont a napokban erült fel egy kérdés, hogy mi értelme gameplay gyártalom. Majd hogy így elgondolkodva, hogy annyi gameplay is van, nem jobban engem néznék az emberek adott gameplayből. És elmondtam azon, hogy egyébként most nem az egyik, hogy mennyien néznek, mennyien követnek, mert igazából azért csinálom ezt, mert jól érzem a közműködve csinálom, meg úgy szeretem is csinálni. Most meg is nézi 30 ember, meg 30 ember legalább úgy, nem tudom, úgy végignéz, és jól érzem, hát közül velem együtt, nagyon remélem. Nekem ez már jó volt, nekem már bányos napomat, hogy megnézték 30, és lájkoltak, értek, hogy amúgy jó lehet, kületülézve, hogy legyen, az legyen, tehát ez nekem így jó. Meg ha nem is gyorsan, de szépen lassan úgyis nevegetünk, tehát... Csak WoW lesz a csatornán, akkor csak WoW lesz. Nem valószínű egyébként, szóval így, ahogy így nőnek a dolgok így itthon, majd a gép is jobb lesz, jó, hogy lesz internet, stb., akkor így tudjuk így terjeszteni a dolgokat, vagy így széjjelebb húzni. És több lehetésünk lesz ezáltal. Ugye ez mindenkinek jó lesz, mert jöhet másféle content is. Jó, ott nem akarom letenni egyébként, mert szeretem. Szóval ha más nem is, de a PV is megmarad, meg ezt ugye végtoljuk. Ott pedig haszakad. Ez meg lesz. Mert nem tudom, ki fogjuk-e gírálni, ezt majd ti eldöntitek. Mert amik egy nagy rendszeres hiba, hogy megvannak 100 000 karakterem, és ilyen jó alapgír rajtuk van, nem a legjobb, de lehet ma velük kezdeni, vagy lehet valahol menni velük. És nem megyek PV-et. Nagyon ritkán megyek el, akkor is mondjuk jó, azt hiszem egy vagy két legendary van, ami ugye nem nagy szám igazából, mert ismerkedett, akinek kihesett mondjuk 8-10, tehát ő mondjuk nem tolja olyan sok ideje, nem tudom, játszott annyit, hogy azért kiesenek ennyi, ezt megérdemelje. De rendszeres vita volt, jó az, hogy megkapott van izé. Hát nagyon szexis vagy. A questet még nem ad ő, haver, azt mondd el nekem. Inventory szó, ja, oh, jól. Jó, hogy kidobunk, ezt mindjárt eladunk. Kibassza a szemem egyébként, tehát megint mi van? Na azért. Azért mondom. Be is fejezték nyert ezt a Andit kezdőt. Visszagondolva, hogy mindig egy videó előtt, vagy így, amikor így nagyon megvan a kedvem Windows, és nincs előtt, és hogy leüljek, mondjuk sőüljek, vagy bármi. Itt így elképzelek a fejemben rendszert, tehát az egész csatornával kapcsolatot, beszeretnék tartani. És az a baj, fejbe tök jó megvan, a megvalósítás mindig ugye van valami. És mondtam nektek ezt a bal szerencsé dolgot, nekem úgy valahogy így mindig keresztbe akar tenni minden. Tehát feltétlenül még nem adtam fel az egészet, mint látjátok. Így rossz szoktak ilyen ezek a dolgok. Elég rossz. És így feszné évételem, hogy azt mondtam, hogy egy kicsit úgy jobb rendszerbe is úgy... Nem a legújabb, meg nem a legváltozatosabb, de tulajdonképpen jó és élvezhető. Attól feltétlenül most van nagyon sok gameplay, és nem mondok számot inkább, mert teljesen fölösleges és értelmetlen. De ugye nyilván neki azt nézi, aki számára szimpatikus, hogy talál egy ilyet és szereti, mert igazából aki régebben így, tehát nem régen, aki most kezdtek el videózni, kicsit újabbak és így befutottak, mert mondjuk jó az, amit csinálok, most nem gameplay, csak most teljesen mindegy, most unblock videósokra értve. Én neki azt, hogy neki szimpatikus, hogy megmondta ezt a videót, nem mondjuk ilyen lett, vagy ilyen lett, mert nem szimpén, akkor tud váltani. És ezért jól jönnek az újak, vagy csinálják az újak is a videóikat, mert akik esetleg érdekeltek ezekben a témában a játékban, vagy játszik, és komolyabban ráfekszik az ember, nyilván ez érdekes lehet. Annak számnak, aki nem ismeri, és lehet megtetszik, és lehet jól játszani. Ugye a WoW-nak azon egy probléma, hogy egy fizetős. Mert szerintem megéri fizetni, ha nézel forintot, azért, mert azért tőled van vele, foglalkozom vele, és mindig jönnek a patch-ek azért meg. Szóval értitek a lényeget. És jön az osztályban, akit be akar csápni, az első évben becsábítottunk az osztályba, hogy visszagondolva. Szóval egy nagyos barátommal ugye volt osztálytársam volt, más középsúlyba mentünk. Én ugye eljártam 4 évig egy suliba. És utolsó év végén beszéltünk, hogy mind a ketten vavozunk, és eddig miért nem beszélgettünk erről. És így tök fag volt, mert baszki egyedül voltam én is, ő is, és így baszki lehetett együtt vovozni, és így áh. Tehát így volt el is, de tüvetlen nagyon jó volt a gyár, mert együtt vovoztunk, és ugye a középiskolában ismertem meg a másik barátomat, Shadow-t, aki szintén vovozott, csak ugyan, de ezért meg nem ismertem. És hogy úgy beszéltünk meg, hogy jól lehet vovozni egy-két embert vovba. És így elkezdtük be rángatni osztálytársainkat, már aki régebben vovozott, de nem fizette be és nem akart, és beálltuk őket, és tök jó volt, mert ugye volt rekrúterfend ezáltal is.
Meg úgy jó volt, hogy itt játszunk, összeültök 6-7 osztálytársas, hogy nyomjátok ott, annak irányában nincs egyébként. Valami nem jött össze soha játszani a WoW-ot, de vagy egyszer ennek is el fog jönni az ideje, nagyon remélem. Nagyon jó, egy lemon mondjuk kipróbálni az, együtt leülni és hozni, ez biztos eszméletlen király lehet. Most egy kevés időm volt a játékra, és az is nagyon rossz volt, de honnan volt meg kell tudni tanácsügyileg, mert megint szahul állok. Hogy is van? Le kell damolni, és utána. Ja, így van. Gyere, Mo, jössz velem haza. Felülök motorra, tud követni ez a rák? Tud hát. Lemarad nagyon vajon? Na jó, mindegy, elvergődünk bele. Mondjuk a gyomberi. Hát akkor futunk, kocogunk, úgyis ránk fér. Dagadt a csontváz testünk. És fogyó nem árt, napi edzés meg lesz. Tényleg a futásról jut eszembe, láttam ilyen videót, hogy ilyen futógépre volt kötve a srác, hogy úgy hovozott. És neki kellett futni a karakter helyett. Ez mekkora gizde neki kell futni, ez milyen jó fogyó lehet akár, aki kicsit úgy túlsúlyos, vagy valami, és így fogynak és futnak, ez mekkora poén, mert WoW-ba fuss el. És ott mennyit fut az ember, azért belegondolva, hogy A-ból B-be elfutni, ez tényleg rengeteg futással jár. Nyilván nem érzik el az ember a billentyűzeten keresztül egyértelműen, de azért ez milyen komoly már. Szóval szívesen kipróbálnám egyszer én is, hogy milyen. Meg VR-ben is láttam már, volt, az annyira jó nem lehetett. Mondjuk, ha ilyen first personben ilyen patch-et vágnának belőle, hogy így lehessen first personben használni magát a karaktert, ez viszont rohadt kiszta lenne, ezt viszont én kipróbálnám. Látod a kezét, a fegyvert a kezemben, hogy harc, az rohadt menő lenne szerintem legalábbis. Lehet egyszer majd el fog jönni ez az idő is. Nagyon szívesen kipróbálnám, biztos vadállat lehet. És akkor úgy lehet kombinálni a futógépet is, meg a VR-t is, hát ez rohadt jó lehet, tehát... Ez azért nagyon... odavágós lehet. Inventory, hol lehet eladni? Jó, kidobjuk ezeket a szarokat. Kell majd venni bejeket, ezt majd... eszembe fog jutni, ha bejutunk a városba. De ezt sem tudom, mikor voltam utoljára OG-ba. Most tudom, mihol van már ott. Az erős mondjuk. De föl kell venni a Murloc guy-t. Így van. Oké, majd úgy is eladunk, úgyhogy nem számít. Azt mondja, kell ölni még harcost, meg ilyen virágot kell szedni. Jó, kezdjük a virágokkal szerintem, mert az a macerás, hogy ölni meg azért tudunk hentelni rendesen. Egyébként srácok, hogy ezt elfettem, azt a videó linket van mondja, amikor elkezdtem a karaktert, hogy milyen szeretnék a fejének a protba, ugyan könnyebb, mert hív a dungeon, meg felülni is könnyebb protba, vagy furiba. De ráosra vagy esetleg Almsban. Az Almsot, hogy annyira nem díjazom PVN, bár ezt rátok bíznem, mert azban is eljátszokatok, ha úgy van, tehát ez egy nagy törés bennem. Teljes mértékben rátok lesz bízva. Írjátok lehet, hogy mit szeretnék látni, hogy milyen talenten nyomom, Furi, Alms vagy Prot. Meg kell jobban a szívetek, ez melyiket néznétek. Úgy is váltani fog valószínűleg. De ez még a jövő muzsikája. Csak ilyen virág van, ugye ilyen maróf cucc. Jó van. Elég voltam, egy hiányzott is a hordig, a panzolok megültem, de jó lenne hordal kezdeni megint karaktereket. Szeretek karaktert húzni, de hogy kifullozni őket nagyobb szinten, ha csak PvP-ről van szó, nagyon nehezen megy. Ezt mondtam már ezt a PvS dolgot. Nem az a baj, mert egyszer-kétszer meg érdekes, meg el vagyok, csak nem tudom, hogy rá tudok húzni nagyon hamar, amikor 61-ára vipe-oltok ki, és akkor ez nincs ez türelmem, hogy... Mondja, hogy én vagyok a fasz, az teljes mértékben jogos, de ettől függetlenül mondom, hogy... Érvágos hangulatot meghozza rendesen. Úgy nem tudom, jobban szerettem más playre kell lejátszani, a nagy játékok 90%-ában. Ezáltal így érthető a dolog. És stratégiával is szeretném foglalkozni egyébként, mert a StarCraft-ot szívesen felnyelni, csak nem mindenkinek tetszik. Itt van a régebbi Age of Empire, amit nagyon imádok. Kicsit úgy unalmasabb és taglaltabb játék, de kicsit foglalkozott vagy foglalkoztatja ez a dolog. Nagyon szívesen gyártanék belőle videót, nagyon régi játék, de ez például jó is. Nagyon sok órát beleöltük a srácokkal, amikor egymással játszogattunk. Úgyhogy valószínűleg lesz belőle, legalábbis tervezek belőle, azon kívül, hogy nem tudom, hogy fogom összevágni, mert azért egy 3-4 órás meccs van, amikor több is, azért ezt úgy egybe felrakni, egyrészt nagyon sok, másrészt meg azért elég unalmas lenne, főleg nektek.
ilyen gyors talpa a tutoriált, elmondogatták, hogy mit lehet benne, hogy hogy lehet, és akkor így lehet nyomatni belőle. Állatok meg akarnak rakni. Még lehet szakmáznunk is kéne, mert ezt inkább nagyobb szinten kéne elkezdeni, már nem tudom. Még van kedvetek szakmázni az elején, majd szívesen nézni, akkor rászállhatnánk pár itt a szakmázásra, mert jó pénz van benne egyébként. Arra is vevő vagyok ám. Ezt lehet akkor képek, mondjuk egy 60-ok, hogy lehessen repülgetni, majd összeedni a nyersanyagot, meg ilyenek. Nem hangja jó gold, vagy megyünk mindent a ohán. Még egy jó kör lesz. Aztán olyanok, hogy dobják, ugye? Ja, akkor gyors, azt is megcsináljuk. És jóló. Eddig jutott, 6-os szintig jutottunk el, az nem erős annyira, tehát ez úgy off, off elindul. Most srácok, felszek két részt majd, akkor úgy lesz feltéve, hogy... Az új YouTube-os izé, most láttam, most láttam, hogy eddig az autónkat úgy csináltuk, hogy összevágtak ugye külön, és úgy húztuk rá a videóra. És ugye a kommentereket be lehet úgy állítani, hogy rárakod bőzítőre, és lehet ott húzni a videóra. Tehát rákattintod, akkor meg tudtátok nyitni a videót, ami épp ment ugye abba a kis ablakba. Nem bajokat kell, jó, mindegy, szedni kell. Ugye most úgy van, hogy magát a videó képét rakja be, linkkel, és ugye megvan az, hogy csak utolsó 20 másodperc, ugye kb. Ilyen 1 és 2 perces szokott lenne az outro, és ezt kétszer elvakiztam, és már figyelni fogok rá, nem lehet 20 másodpercnél tovább hóra húzni, tehát 20 másodpercet enged és kész, ennyi volt, ugye ez nem tudom, hogy mi a logika, de mindegy, valószínűleg úgy fogom megcsinálni, most akkor kiveszem ugye a képeket, és csak a izék lesznek bent, mert csak úgy, fölte lesz a link, és alatta ugye megy a videóból egy kis részlet. Ezt meg kitalálom, hogy lesz, mert ugye a következő részbe vágni, ha nem egybe veszem fel, úgy meg para. Úgy csináltam az előzőnyet, meg a vlog, szóval valószínűleg ez így lesz. Ezt majd úgyis meglátjátok, hogy meglátjuk, hogy hogy lesz. Csak mondtam, mert ezek eddig új volt, ezeket nem láttam, ugye, mert ott volt egy-két változás YouTube-on is. Ilyen térdestek, azért teljesen gondolom, baszki, ez most mi? Ez mi történik? Aztán én rájöttem, hogy kitapasztalgattam, most egy két videó alatt sikerült, hogy voltál jó, hülyenú, következő már jobb lesz. Na, abáljunk. Mindig jó. Jó, mondjuk Hillum, nem kívás agyonverni ezeket. Az igen, hát... Buggy bug, megesik. Ott a level up. Na, ez okosan. Azért okosan. Bugzódjunk. Lootolnom kell, ezt mindig elfelejtélek. Akár ez felejtélek, elfelejtélek lootolni, hogy te legyen az inventory, és hát mindig hihettek. De jövő, kilootoltam. Baszok eladni, nem volt a vendor, de az kint a lagi, aki sétál, az fontad el. Benne úgyis lesz elég. A jó WoW-világeket úgy szeretem. És a jó érzés visszavenni, nosztalgiázni, elkezdeni a karaktert. Pont bátyának is pont meglett a WoW, mindig is arra álmodoztuk bátyám, hogy együtt fogunk hozni egy szép napon. És így beruházott egy laptopra. És így meglepetés volt számomra, hogy meglett ugye a WoW, megvette a laptopot, még nem mondta, így nem ütette egy konkrétabban, hogy most venni fog laptopot. Megtudta, hogy megvette, és most a WoW is meg volt hozzá, tehát élete a legboldogabb napja volt. Nagy álmomra fel, amikor el tudtam annyit WoW-ozni. Eszméletlen jó volt, és mindenhez volt kedve, minden karakterhez. És annyira jó volt elkezdeni egy új karaktert és együtt játszani, hogy ezt csak elmondani nem tudom. Mert néha így, mikor sok időt tölt az ember nagy karakterű, és nem húz altot, vagy nincs kis karakter lent, és úgy elkezdi a karaktert, és újra megjön az a WoW-os, az a tipikus, az első idő, mikor legelőször leültem WoW-ozni, minden új, és tök jó, és tökre élvezem a kis nosztalgiát, és annyira jó. Ezt találom a legjobb WoW-ba a karakterhúzásba, hogy akár elkezdek egy új karaktert, mindig van egy kis érzés benne, amitől úgy még jól megelkezdem, hogy húzni ötöket, és fel akarom húzni, mert annyira jó volt az eleje, az összes dungeon. Nyilván volt idő, akkor nem így gondoltam, mert az ideg rántott már, amikor húztam fel még az ilyen a karaktereket, mert ott hagyta a másik akkom. Ez ilyen megint változó. Mi történik közben? És igen. Én imádtam, olyan jó volt. Remélem ez a karaktert is felrángatjuk a rákba, és lesz belőle valami kis állat karakter, mert Landidvar mindig is király volt. Egyébként retardált voltam, nem raktam át a Hearthstone-t, na mindegy. Na mindegy. Nem számít, nem számít. Nem oszta, nem szoroz. És a világom, a zenéket úgy imádom egyébként a játékban, annyira jók, szóval instant átom már ezt értéket, én annyira nem értéket, és instant átértékedik az emberbe az egész, hogy nagyon. Felbecsülhetetlen az értéke.
Megnézzük, hogy lesz valami event mostanában. PvP Brawl. Ilyen távol, ez is jó dolog. De lentek annyira jó dolgok egyébként a WoW-ban, és önökosok voltak, akik kitalálták ezt, hogy legyenek. Adjunk el minden, lát... Jó, majd adtam a hőstan, nem is lehet, hál' Isten. Mistakes were made, tudjátok. Adjuk le a küldiket. De úgy izombó. Csak úgy jön az XP, ezt úgy szeretem. Van már csukánk is. Oké, vagy beszélős, ön is fenn beszélős küldi. Szerintem srácok első résznek így ennyi is. Úgy jó legyen. Dolog. Valószínűleg az első pár rész nem tudom mennyire lesz jó minőségben. Nem, nézhetőbb és élvezhetőbb lesz, de nem az a tökéletes lesz, amit úgy akarok. Szóval meglátjuk, milyen lesz az első rész, és akkor az alapján tudjátok ti is megítélni a dolgokat, hogy milyen lesz. Akkor lehet nem öltetem ezt a sorozatot, hogyha nagyon alja lesz az egész. Az igaz, hogy jó összeesett. Meglátjuk, mi lesz végeredményében, de azt hiszem, hogy részen kívül felveszek. Úgyhogy erre az első részre egy egyetre, remélem tetszettek, és remélem, hogy eltartok a következő részben is. Sziasztok!